Látványos videó mutatkozik be az ultramodern harcjármű. A Magyar Honvédség 24-et szerzett be az elmúlt időszakban a PZH 2000 önjáró lövegből, melyet Győrben is megtekintetnek majd az érdeklődők. Folytatódik ugyanis az Embert a Vasra kampány, hétfőn 10 órától 15 óráig a Bercsényi Technikum előtt mutatja be a Honvédség a legmodernebb haditechnikai eszközeit és a katonák egyéni felszereléseit, fegyvereit. Erről beszélt csütörtök reggel a Győr Plusz Rádióban Orosz László Sándor. A toborzó iroda vezető kiemelte a cél, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a frissen beszerzett modern harci járművek kezelése iránt. Elsősorban fiatalokat válunk, hiszen ez az eszköz egy páncélba burkolt számítógép, tehát nem baj, hogy egy picit kocka a fiatal, kifejezetten előnyös. Nyilván egészségügyileg, fizikailag, pszichikailag meg kell felelni a követelményeknek. Akiket várunk, azok nyilván 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, büntetlen előélettel, és képesek teljesíteni az egészségügyi, fizikai, pszichikai kritériumokat. Ezért viszont kiemelt bérezést biztosítunk számukra, ami jelen pillanatban bruttó 737 ezer forint plusz a kafetéria elemek. Az őrnagy arról is beszélt, hogy a kiemelt bérezés mellett milyen dolgok miatt érdemes jelentkezni a Magyar Honvédséghez. Pajtási közösségek vannak, számíthatunk egymásra a magánéletben is és a szolgálat során is. A másik pedig az, hogy valóban a legmodernebb eszközöket kezelhetik a fiatalok. Olyan technikai eszközök kezelését tanulhatják el, ami a világ élvonalába tartozik, hiszen a Panzerhaubitze 2000-es önjáró löveg, egy 155 mm-es tüzérségi eszköz gyakorlatilag olyan korszerű, hogy még a Bundeswehr is csak későbbiekben fogja ezt a verzióját rendszeresíteni. A magyar kormány által az elmúlt időszakban megkezdett nagyszabású haderőfejlesztés folyamatosan zajlik. A toborzás során a tavalyi évhez képest megduplázódott a jelentkezők száma, de még jelenleg is vannak üres beosztások. A február 12-i tüzérségihez történő bevonuláshoz még várjuk a érdeklődőket, a jelentkezőket, és hosszított nyitvatartással február 10-én és 11-én reggel 8 és 15 óra 30 perc között a toborzó irodánkban a Győr Bercsényi Liget 99-101 alatt is lehet jelentkezni. A bevonulás, ahogy említettem, február 12-én fog történni Tatán a Klapka György első páncélos dandárlaktanyájába. A jelentkezést követően 2 hét adminisztrációs előkészítő szakasz következik, majd egy 8 hetes általános katonai alapkiképzést kell teljesíteni a jelentkezőknek, ezt követően pedig már a speciális szakkiképzés kezdődik.